Uram. Egy fél perc is jól faszom. Ez az első csőletöltés már nem annyira. Vedd ki a tárat, és próbáld meg bejátszani. Hogy volt az előbb, hogy mindez öt elmegy, vagy mit mondtál? Hát ez még nem volt lövés. Oké. Csap rá az aljára. Kéne a tárfenékre egy ilyen kis bumper, de azt ki is lesporolták. Jó? Azt nem, engedd be a csőbe, rakd be csőbe kézzel, sokkal jobb. Melyikkel akasztom ki? Az elősővel. Tárkioldunk. Nem 1911-es azért a tárunk is, amiben 7 lőszer fér csak. Nagyon hiányzik az aljáról egyébként egy ilyen kis gumipuffer, hogy könnyebb legyen a helyére tolni, mert nincsen kiszélesített tártölcsér, nehéz beletalálni, és utána még rá kell segíteni a tár betolásába. És körülbelül 20 méterről próbálok a szellőjelés belőtt a szórást lőni, ami egy kicsit erősebb, és talán működteti. De pont a fejemre ejti a hüvelyt, így működött. Sütése egyébként tökéletes a fegyvernek. A másikra. Első próbálkozás annyira nem jó. Első nagyon fölfelé megy megint. A másik kort is nagyon fölfelé megy. Igen, ide céloztam. A fegyvercső egyébként hagyományos hüzagolású, 45 ACP kaliberű. A fegyver elvileg a gyártó honlapja szerint létezik 9 mm Luger kaliberben is, de ilyet még senki nem látott, és még az interneten sincs nyoma. Nagyon érdekes még a szánnak a megvezetése, ugye nem úgy néz ki, mint egy klasszikus M1911-nél, mert itt a toknak az első része, amit ugye angolul dust covernek hívnak, itt is teljes hosszúságában van belül vezetősín, ami a szánon levő szakállon ebbe a két bemélyedésbe illeszkedik be, tehát a szán elől is megvezetett, és itt hátul is megvezetett. Tehát itt is megvezetődik, meg itt is. Az útjának a teljes hosszán végül is meg van vezetve, a cső pedig merev. A sütés single action, nagyon sportos, tehát kifejezetten ez egy pontlövészetre optimalizált fegyver, mondhatjuk így. Utánozó. Baromi nehéz szórást foglaljuk be. Nem kívánság műsor. Hogy dögöljél meg!
Az egy lőszer, az éles, tehát ez meg is nem tudod, hogy elindítsa már. Ez meg. Hát ez, nézzük. Hát ez viszont öt lövés a magtechel, ami a gyengébb lőszer. Ide céloztam, az azt jelenti, hogy kb. 20 cm-vel följebb van, de ez 5 lövést, az egy dupla luk. 5 lövés 5 cm belül, ami tök rendben lenne egyébként szórásképként, hiszen ez mind 9-es, 10-es lenne, ha le tudnám vinni. Tehát a maga a helyretlő rúgó egyébként a cső körül helyezkedik el. Szóval tele van ilyen éles sarkkal egyébként. Előbb-utóbb el fogom vágni a kezem. Ugye itt is van egy megvezetés, bele kell játszanom, és a végén itt nyomnom kell még egyet, mert itt alul van egy ilyen kis rugós valami, ami még a csövet a hátsó helyzetbe tovább pozícionálja, tehát tényleg kihegyezték nagyon. Markolat helyek egyébként M1911 csöreszabatosak, ez egy szabványos Picatinny szereléksím, ami igazából egy pontlövős portpisztolyra, ami négyszoros, de fix irányzékos, teljesen acélból van, nem igazán tudom értelmezni ezt a fegyvert, hogy szerintem ez igazából tényleg egy ékszergyűjtőknek luxus cikk, hiszen 5000 euróba kerül. Na? Kivetőd, tovább. Én a fejére céloztam, csak ugye nekem balon. Igen, tehát gyakorlatilag 10 méterem, 5 lövésből 4 az egybe szakadt. Tehát a csöve az kibaszott pontos.